A mai napon Magyarország a két és fél millió beoltott elérése után a kormány terveivel összhangban megkezdte az újranyitást. Köszönhető ez az elmúlt hetekben zajló sikeres oltási kampánynak és a felgyorsult oltási programnak. A mai napon fontos mérföldköz érkeztünk, két és fél millió honfitársunk beoltva. Egy éve háborús időkre emlékeztető állapotok között korlátozások, kiárási tilalom és személyes veszteségek mellett éljük az életünket. A vírus háborút indított ellenünk, és az egyetlen győzelemmel kecsegtető fegyver a vakcina. Egy hónap alatt két és fél szeresére növeltük a beoltottak számát. Ezért holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások. A nyitással kapcsolatos legfőbb változtatások a következőképpen alakulnak. A kiárási tilalom kezdete este 8 óráról 10 órára módosul, a vége változatlanul reggel 5 óra marad. A boltok reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva, de csak akkor, ha betartják a járványügyi előírásokat. Továbbá a kormány bevezeti a négyzetméter alapú nyitvatartást. Az oltást folytatjuk hasonló tempóban. Az orvosok és az ápolók munkáját köszönöm, a magyar embereket pedig arra kérem, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. Magyarország lehet, Magyarország lesz az az európai ország, ahol a leggyorsabban jut vakcina mindenkinek. Nekünk minden élet számít. Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, azonban regisztrálni szükséges ahhoz, hogy megkapjuk. A regisztráció folyamatos a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Fontos tudni, hogy azok a 60 éven felüliek, akikhez valamilyen oknál fogva nem érkezett meg a postai regisztrációs ív, azok a kormányhivatal zöld számán kérhetik az oltási regisztrációs ív újraküldését. Azoknak az idős embereknek, akiknek a családjában van olyan hozzátartozó, aki rendelkezik internet hozzáféréssel, segítséget nyújtva regisztrálhatja őket online is.